Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Még mindig elnézést kérek, mert egy kicsit rekedt a hangom, de majd meggyógyulok. Önök az Oltalom Rádiót hallgatják, a Becsület hangját. Én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kerényi György urat, aki a Szabad Európa Rádió munkatársa, újságíró, ráadásul oknyomozó újságíró, és folytatjuk azt a beszélgetést, amit jó múltkoriban elkezdtünk, és köszönöm, hogy elfogadtad másodjára is a meghívásunkat. Szia, szervusz, én is köszönöm, hogy itt vagyok megint. Ígérem, hogy ma kevesebbet fogok beszélni, mint az előző alkalommal. Hát azért vészes volt. No, első kérdésem az, hogy berengi ezt az országot a korrupció, sadügytől kezdve minden, és ez csak a jég egy csúcsa. A te háromrészes tényfeltáró cikksorozatot tulajdonképpen a pártfinanszírozás csapdáit, a pártfinanszírozás anomáliáit, az ebből következő dolgokat feszegetted és írtad le. Szerinted a pártfinanszírozás az része ennek az egész történetnek, vagy okozója? Már melyik történetnek a korrupció belegte Magyarországnak? Annak, hogy ilyen elterjedt, hát az előtted itt lévő vendég, meg hát a magam tapasztalatai, meg szerintem minden kedves hallgató mindennapi tapasztalat az, hogy amerre néz, korrupció, korrupció hátán. Hát semmiképp nem okozója, hiszen ennek azért a nagyon gazdag történelmi hagyományai vannak. Egyébként a régióban is, másrészt ennek a, hogyha ezt a régiót tekintjük így, korrupnak, annak van egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt, ilyen nyugati imperialista megközelítése, hogy hát ez a barbár, ez a kelet-nyugat diskurzusnak a része, hogy mi vagyunk a barbár kelet, de hát valóban a Bizánchoz közeledvén azért nagyobb hagyományai vannak, a szocializmusról nem is beszélve, aminek működő elve volt, hát a hiánygazdaság kipótlója volt a korrupció. Szóval, hogy semmiképpen nem okozója, de az biztos, hogy a toleráltságába már a pártfinanszírozás és a magánzsebbe történő közpénzeltérítésnek az elfogadottságába nagyon belejátszik, hogy Magyarországon minden kutatás szerint nagyon tolerált a korrupció. Mivel mindannyian így vagy úgy részei vagyunk, mert nem alakult ki, amiről múltkor is már sokat beszéltünk, az a polgártudat, amelyik magáénak érzi az államot, amely azt gondolja, hogy akik annak az élén állnak, az ő mandátumával, az ő érdekébe cselekszenek. Az állam egy idegen, emlékszünk, hát attól lopni nem bűn. Tehát más, hogyha a szomszédét elviszem, de az, hogy a munkahelyemről, vagy a gyárból, vagy a államtól lopok, hát az egy ilyen bocsánatos dolog volt, ami szerintem egy polgár tudatával nem fér össze. És mivel ez minden kutatás szerint nagyon elfogadott, ezért ezt is a társadalom beleegyezve tudomásul veszi. Azzal egyetértesz-e, ha én azt mondom, hogy tulajdonképpen a korrupciónak az egyik borzalmas következménye, amit a Tanú című filmben úgy írtak le, és úgy mondta ki Virág Elvtárs, hogy egyszer majd kérünk magától valamit, tudjuk, hogy mit csinált, tudjuk, a rendszer olyan, hát volt olyan időszak, amikor most is olyan az adórendszer, 52 fél adót kell fizetni, hogy aki élni akar, óhatatlanul itt vagy ott, a rendszer kényszeríti el, hogy adót csaljon. Na de ezt tudják. Tehát ez a közös bűntudat, amiben élünk, hogy én tudom róla, te tudod, hallgassunk, én is elnézem, ez hova vezet? Oda, ahol most vagyunk? Igen, hát ebbe, amiben egyébként élünk 30, 40, 50, 60 éve. Az, hogy teljesen természetes, hogy nem kérünk számlát a szakitól. Mert tudjuk, hogy neki is ez így egyszerűbb, kevesebbet kell adózni. Tehát ez ilyen, ezzel lehet intézményesen tenni, ugye most már elég sok mindent, azért mindent nem old meg, az sem, de addig, amíg az emberek tudata nem alakul át, addig ezzel együtt élünk szerintem. És hogy a fenébe fogunk ebből kitörni? Mert ha itt kormányváltás lesz, hát ennek a rendszernek az ellenzék is a része. Hát igen, és szoclib időben is ugyanaz, elég markáns volt a korrupció, tehát azért a, mondjuk 2002 és 2008 között voltak a nagy autópálya építések, hát az volt a nagy, az nagy kasza volt. Ott beszéltünk már mondjuk, az egy más rendszerben szedték le a pénzt, az emberek és a pártok, mint 2010 óta a NER-ben, de hát az egy ugyanolyan működő korrupt világ volt. A közpénz, a túlárazások, a közpénzek lenyúlása, a szívességért,
cserébe kérünk valamit, az akkor is működött. Nem tudom, hogy ennek hogy lesz vége, fogalmam sincs. Hát ezek az őszinte válaszok. Én úgy imádom, amikor valaki azt mondja, fogalmam sincs, hát nem tudom. Hát, hát most okoskodhatnék, de hát nem vagyok én egy ilyen megmondó ember, meg Magyarországon egyébként is nagy hagyománya van, hogy a globális világmagyarázatokat bárki, aki mikrofonhoz ül, az azonnal kiteszi. Hát megpróbálok a magam ismereteim belül maradni, és azon belül extrapolálni. A tudásod beleteszed, és úgy látom, hogy tudod, hogy hol vannak a tudásod korlátai. Ami fontos remélem, dolog, remélem. Hogy azon nem akar az ember, nem akar az ember túllépni. No, de akkor a múlt időben, a múltkoriban beszélgettünk az elmúlt rendszerekről, autópályépítés egyebek, most beszéljünk arról a közelmúltról, ami az elmúlt 12 évet jellemzi. Mire jutottál? Nehéz volt-e az anyagot összeszedni, megnyíltak-e a nyilatkozó emberek, volt, aki félt, volt, aki megtagadta. Hát ez igen, mindegyik korszaknak a meghatározó figurái közül volt, aki nem állt szóba velem, de azért sokan szóba. Fideszest volt természetesen a legnehezebb keríteni, vagy fideszeseket. Vállalkozókat, akik ebben a rendszerben próbálnak működni, olyat tudtam szerencsére, és egy-két politikust is. Hát azért is van ez, mert most már az egész rendszer így működik. Tehát azért 2010-ig hatalmas nyúlások voltak magánzsebbe pártoknak, de volt egy kis zavart félrelézés a pártelitek részéről, hát csináljátok, volt is azért mandátum, tehát nem igaz azért, hogy a pártelnökök nem tudtak róla, de részleteket biztos nem tudtak. Csináljad, Lacikám, mondjuk Puh, vagy Máté, vagy... De, és a nagy Lajos és a nagy dílekről kellett tudni, de most az egész szisztéma így működik, tehát ugye a Fidesznek a képviselői, azok egyben egyéni választókerületi elnökök is, a legnagyobb részben, ugye ez a 2000-es évek elején alakította át a pártstruktúrát Orbán Viktor, az Áder János által kidolgozott, működtetett, ez egy sérelem is volt akkor Ádernek, áttette a megyéktől, településektől áttette egy ilyen sokkal jobban a választásra fókuszáló szervezeti rendszerbe, és így egyébként egy csomó friss ember, kubatovék, polgári körösök be tudtak jönni, kiszorítva a régi fideszeseket. Szóval, hogy ezek a választókerületi elnökök egyben maguk is a fundraiserek. Tehát amit nekem mondtak többen, az az, hogy van egy limit, ami alatt helyben lehet intézni. Korábban is így volt, tehát tudnék sorolni olyan, főleg települési polgármestereknél. Tehát oda a pártok egy pár ciklus alatt, de még nem is kellett az több ciklus, regnáló polgármesternek nagyvárosban nem nagyon adtak központi pénzt. Hát termelt ki magadnak. Hát emlékszünk azért 3-4 évvel ezelőtt vagy 5, a Fidesz sajtóban sokat futott, most is fut, az a kispesti szocialista képviselő. Önkormányzat, aki azt mondta, hogy hát hülye az, aki egy önkormányzati ciklus alatt nem szed össze 100 milliót. Egy rejtett és ő nem fideszes volt? Nem, ő szoci volt. Tehát, hogy ott ugye ellenzéki többség van már egy ideje. Szóval, hogy korábban is voltak önálló aktorok, amikből vagy le kellett adni, vagy nem, de azért a pártok inkább az országos projekteket nem is tudom, nyúlták, használták. Tehát ott helyben, hogy a melyik KFT kapja, nem tudom, az önkormányzat menzájának a felújítását, és abból hogy ad vissza, azt helyben intézték, arról nem kellett se Simicskának tudni. Na most a NER-ben, a Nemzeti Együttműködés rendszerében ez nagyon centralizált lett, tehát egyrészt tudni kell fönt a fontosabb dolgokról. Mindenről tudni kell. Igen. Másrészt meg helyben, én úgy hallottam, hogy 500 millió forint beruházási értékig maga dönt az a képviselő. Tehát ő maga, maga osztja el, és ezt végig is beszéli a polgármesterekkel, tehát a későbbi pályázat kiírókkal. Egyrészt, hát ugye mindig láttunk Facebookon. Bocsánat, de nem a pályázati döntőkről beszélsz, hanem a pályázati kiírókról. Igen, tehát ez a dolog ott kezdődik, hogy már a pályázat úgy van kiírva, hogy a pályázó szemeszíne, és a lábmérete az. Eleve úgy írják ki sokszor, hogy szűkítsék a
a piacot, tehát hogy csak, hogy testre szabottan írják ki. Tehát mondjuk beleírnak egy olyan feltételt, ami csak annak van. A legváltozatosabb, néha egészen abszurd. Hát így lehet, hogy a Szent Győr Moson Sopron megyébe 500-on fölül nyert, igen, egy nyert, társaság. Amelyik a Borkai féle. Így a Borkai. Tehát gyakorlatilag egyébként a kilábalását a Borkai, én részben sajnálom őt, mert ő bukott meg, többen vannak ilyen helyzetben, tehát... Nem kell sajnálni valakit, jó, aki... Jó, de, már most, bocsánat, de most a maradék sajnálatom is elveszett, amikor elkezdett arról beszélni, hogy ő, így van, kockázat, hogy ő tulajdonképpen marhára megérdemli, nagyon megérdemli a díszpolgári címet. Ez hihetetlen, hogy ezt lehet, hogy ő komolyan is gondolja, hogy ő azért... Hát biztos komolyan annyit gondolja, tett a régi, de az is, aki kitalálta. Igen. Az is, aki kitalálta. Igen, aki tehát akinek ilyen eszébe jutott, hogy ezt megtegye. Pedig no. Hát ott ugye van nem csak egyszerűen, bocsánat, az Audival folytatott deal, ami egyébként egy önmagában nagyon árulkodó, hogy ezek a nagy multik milyen kedvel és az elejétől vesznek részt ebben a kelet-európai mutyi világban. Én úgy tudom, hogy Németországban ott le lehetett írni az adóból, hogyha megvesztegettél itt izéket. Amerikaiak is. Tehát ezek a vadkeleten vagy fejlődő országokban amerikai cégeknek lehet, úgy tudom, korrumpálni, csak a követség tudja róla. Tehát ez egy ilyen költség. Tétel. Szóval, hogy nem csak arról van szó a Borkai esetében, hogy hát a szokásos nyúlás, hanem ott van egy nagyon erős morális megbicsaklás, hitelességi válság, és ez szerintem sokkal súlyosabb. És abba csoda, hogy csak ennyire rendezdült meg a Fidesz. Mert azt, hogy megszoktuk, hogy a elitünk az lopcsal hazudik, na de egy magát hangsúlyosan a kereszténység védelmező, sőt egyedüli, gyakorlatilag most már egyedüli európai védelmező, na jó, Putyin egy kicsit azért szintén ilyen, de alapvetően a Fidesz védi a kereszténységet már csak Európában, és akkor nem csak a Szájer, aki ott droggal a zsákjában lemászik egy meleg orgiáról, de hát itt van egy példás családapa, aki történetesen prostituáltak. Tehát, hogy ez egy olyan hitelességi probléma, ami persze nem egyedi, hát nyugaton is, hát 60-as években volt a Profumo botrány, a brit hadügyminiszter, de hát ott ugye az volt a ciki, hogy nála komoly titkok is voltak. De hát komoly hitelességi válságba kerülhet, mint ahogy a baloldali pártoknak is tud hitelességi válságot okozni, mondjuk, hogyha előkerül egy fotó az antiszemitizmust állandóan ostorozó baloldali politikusról, amint mondjuk fiatal korában egy Hitler jelmezben részt vett egy bálban, ami azért nem volt szokatlan. Szóval hitelességi problémákban mindenki beleütközhet, de most egy kicsit elkalandoztam. Szóval nem kalandoztál el, mert innen jön a kérdés, hogy ez meddig tarthat így? Tehát meddig következmények nélkül ez az ország? Hát az előbb mondtad, hogy a Borkai azt vártuk, hogy jobban beleroppan a Fidesz, meg se kottyant neki. Az baj, teljesen megváltozott a politika és a politika percepciója a társadalomban. Tehát addig, amíg mondjuk még a 20. században a pártoknak voltak politikusaik, még ha olyan nagy formátumúak is, mint Thatcher, vagy Helmut Schmidt, vagy valami, most már nem ez van, most már vezéreket keresnek az emberek. A politikusoknak vannak pártjaik. Tehát egy ilyen segédcsapat. Még nyugaton is, ami nem egy ilyen autokratikus vezérdemokrácia, mint a miénk. Ott is nézd meg Macront, és sorolhatnánk. Már egészen más, szóval olyan mértékűek lettek a buborékok a választók körül, amit egyszer nem tud föltörni a másik oldal. És ezek a politikusok erősítik ezeket a hitbeli buborékokat. Tehát egy ilyen nagyon törzsiesedik a politika, itt Magyarországon különösen. Ez azt jelenti, hogy nem simán egy ugyanannak a politikai közösségnek a tagjai vagyunk, csak te mást gondolsz az újraelosztásról, stb. Mint én, hanem te egy ellenséges törzs tagja vagy, akivel szemben minden eszköz megengedett, mint ahogy a őskorban is így volt, tehát erre mondják a politológusok, hogy törzsiesedik, ez a tribalizmus. Szóval, hogy annyira megváltozott a politika és a politikának a befogadása a szavazók részéről, hogy ezt nem nagyon látom, hogy ezt hogy lehet föltörni, és ezt pedig a Facebook és ezek a social media platformok tovább erősítik az algoritmusaikkal, hiszen ugyanazokat látom az algoritmus következtében, akik azt gondolják, mint én. Tehát folyamatosan megerősítenek abban, hogy ez a való világ. Nem találkozom más véleményekkel. Nem enged oda az algoritmus.
Néhány hónappal ezelőtt itt, ahol most te ülsz, a Vona Gábor ült. És a Vona Gábor szó szerint ezt mondta, hogy az ő gondolkodását Jobbik elnökeként, legalábbis a kezdeti időszakban, a törzsi gondolkodás jellemezte. Tehát az volt a meghatározója, ahol nem ellenfelek vannak, hanem ellenségek, ahol eltisztítanak. Akik történetesen a cigányok voltak? Igen. Úgyhogy ez... Amikor még most íroztak? Ja, jó, hát ezt nem tudja. Na most hogy tudunk mi ebből, vagy hogy próbál az ellenzék tőkét kovácsolni, mondjuk erkölcsi tőkét, ha ilyen kifejezéseket használhatunk, amikor a DK a meghalt képviselő helyére egy olyan hölgyet jelöl, akinek, hát ha finoman fogalmazok, nem kikezdhetetlen a múltja, offshore kötődései vannak. Mi vezényelheti mondjuk Gyurcsány Ferencet egy ilyen, mert nyilván ő hozta meg ezt a döntést, egy ilyen döntés meghozott alá? Hát ebben nem látok bele, bár ők ugye azt mondják, hogy az nem az ő tulajdona volt, tehát offshore tisztviselő volt, de nem az ő vagyoná volt mögötte, tehát mondjuk úgy nem tudom, hogy ez miért lesz valaki offshore tisztviselő. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy lehet, hogy ez a Orbáni meghosszabbítjuk Bicskéig attitűd, hogy ha támadnak, akkor csak azért is beleállok. Nem látok bele, hogy milyen érdekek vannak abban, hogy pont Földi Judit, de így hívják. Igen, Rácné. Képviselőnek lenni a megüresedett helyen. De ez egy támadási felület, direkt magának támadási felületet ad? Igen, ezt tényleg nem értem. Hát lehet, hogy a politikával nem érdemes... Vagy aludni. Hát a fene tudja, hogy mi az az offshore cég. A cikksorozatodban neveket is említettél. Olyan neveket, akik esetleg az átjárást jelentik a kormányoldal meg a jobboldal között. Az egyik az ilyen Olá Lajos, azt hiszem ő szerepelt róla. Mondanál valamit, hogy mi volt az, amit lehet, vagy amit hát tudsz? Igen. Hát... Szóval önmagában az, hogy beszél a két oldal, az ugye egy normális demokráciának hát egy jelen lenne. Így kéne működnie. Igen. Így kéne, a párbeszéd igen. Nélkül nem, nem. Csak, és még az valahol máshol szerepeltetem is a cikkben. Tehát, hogy az egy más minőség, amikor túllépve azon, hogy csinálunk díleket, és így biztosítjuk a pártunk fönnmaradását. Még akár osztozunk is. Tehát ha ellenzékbe vagy keveset kapsz, én többet. De az, hogyha ezért cserébe politikai árat fizet, egy párt, ami most a NER-ben erősen gyanítható, hogy megtörténik, az egy más minőség. Tehát az, hogy engednek, hogy én megkapjak pár milliárdot valamilyen bizniszből, de cserébe akkor nem ütöm ezt a vasat, nem ütöm azt a vasat, nem megyek Rogán beszavazni. Rogán lakás ugye például a 18-as választások idején, amikor nem... elhallgatott igen. Az ellenzék. Igen. És hát ez ugye a Ron Berber, aki akkor a szociknak volt az étszezgébere, másodszor az ezért nagyon föl is háborodott, és neki is ment a Molnár Zsoltnak, mert őt érezte, hát igen, a Zsolt fogta vissza ezt. Szóval, hogy bocsánat, mi is volt a kérdésed? Hogy néhány névvel kapcsolatos dolgot, Olá amit Lajos. Lehet. Ő az egyik a DK-ból, már kimondtad a Molnár Zsoltot a másikból, az MSZP-ből. Tehát Olá Lajosról az tényleg feltűnő, hogy őt nem szídja a Fidesz soha. Köztudomáson nagyon jó kínai kapcsolatai vannak. Testvére az magyar-kínai baráti társaság elnöke. Az is köztudomáson, hogy nagyon jóban van Pest Imrével, a budapesti regionális vezetőjével. Akinek a fia nagykövet Kínában. Akinek a fia lett nagykövet Kínában. Előtte egy ügyvédnek, aki ennek a körnek a tagja, a lánya volt, ami 30-valahány évesen, ami szintén szokatlan Kínában azért a nőket, főleg a fiatal nőket ilyen poszton nem szokták nagyon respektálni. Szóval, hogy ők elég jóban vannak a Pesti Imrével, köztudomáson, biznisz, és hát, és kint, és az ő nevére ugye még nem sikerült bizniszt a sajtónak találni, de a fia, vagy a testvére, Olá Alexander, ő rá sokat. Tehát elég komoly összekapcsolódásai voltak a NER-rel, NER bizniszekkel kint, többek szerint a lélegeztető bizniszben is, sőt magát az étszest is lehet, hogy ő hozta, Olá Lajos. Az érdekes, hogy amikor ki, most nem tudom, hogy most mi történt, de volt már ilyen, hogy idejött a kínai külügyminiszter,
és találkozott mondjuk Orbánnal, vagy Szijjártóval, és tök külön találkozott egy ellenzéki képviselővel, Olá Lajossal. Tehát az azért egy picit fura. Szóval nagyon beágyazott a kínai vonalba, és hogy jó kap, őt a Fidesz soha nem nemzetárulózza, tehát jó kapcsolatai vannak a Fidesszel is. Hídembernek tartják, ilyen közvetítőnek. A Botka, az is érdekes volt a plakáttörvénynek, hanem a Botka plakáttörvénynek a vitája, ha emlékeztek, 17-ben. Ugye a Fidesznek akkor nem volt meg a kétharmada, mert a Kéz Zoltán 16 elején elvette. És akkor tette ki a Jobbik a ti dolgoztok, ők lopnak plakátkampányt. Tele volt fel az ország, Simicskától kapták, tudjuk, olcsón, ingyér, kaptak is érte 600 milliós házbüntetést később. De ez nagyon zavarta a Fidesz vezetést, kimondottan. Tehát, hogy ez bántotta őket, és ezért akartak hozni egy törvényt, ami ezt valahogy megtiltja. Csak az ez kétharmad. Már a szocikkal is ledílelték, hogy a cserébe ők majd fognak kapni 5000 plakát helyett, ha nem tudom, 20000 van az országban, és abból 5000 az övék lesz, mert addigra az összes plakátcéget a Simicska Mahírja kivételével Fidesz közeli vállalkozók szerezték meg. És a szociálit bele is ment már ebbe, hiszen a Jobbik az egyik ellenfele volt, akkor még nem volt összefogósdi. Csak aztán a Botka, ez a pár hónapos miniszterelnöksége jelöltsége alatt ezt leállította, mondván, hogy milyen kihívói leszünk mi úgy a Fidesznek, hogyha egy kétharmados törvényben együtt szavazunk vele. De például Olá Lajos ezen a szavazáson, amin végül nem lett meg a Fidesznek a kétharmada, megkönnyítendő a Fidesz dolgát, Vesegőrse hivatkozva nem vett jelen. Nem volt jelen. Szóval vannak ilyen fura lépései az embernek. Hát emlékszel az ESMA botrányra? ESMA. Az ESMA-nál meg egyszerűen az történt, hogy kiderült, hogy az ESMA plakátok azok a közlekedése veszélyesek. De csak addig, amíg az ESMA, amíg az a tulajdonosa a cég. Persze. Mert abban a pillanatban, hogy a Fidesz megvette, hirtelen ez a balesetveszély elmúlt az utakról. Nevetve mesélte be, vagy mesélte el az akkori miniszter, aki most is miniszter, hogy ugyan már, szó se volt erről. Egy forintért megvették az ESMA-t, az első spanyol-magyar plakátcég volt ez, vagy hirdetési cég. Amelyik a villanyoszlopokon hirdetett. Villanya, ilyen elefántfül módjára lógott két oldalon, utána visszakerültek, de akkor már a Fidesz birtokába voltak. Szóval a nagy kérdés az az, hogy tényleg milyen morális alapokról akar elindulni az ellenzék, legalábbis az a része, amelyikre abszolút rábizonyítható az együttműködés. Vagy ez nem szempont? Hát de azért ez látszik is. Visszatérve a te példádra, tehát az az állam, a state capture-nek a tipikus példája, amit mondtál. Amikor az állam hoz egy szabályozót azért, hogy egy általa preferált szereplőt ellehetetlenítsen, mint ahogy itt történt. ESMA tulajdonossal vagy kedvező helyzetbe hozzon. Hát azért látszott már Márki-Zay Péternek az előválasztási berobbanása, az egyértelműen ezt mutatta, hogy van egy erős igény az ellenzéki, Fidesz ellenes társadalomban, egy kívülről jött, még hogyha ő akkor már nem is volt annyira kívülről jött, hiszen Hódmezővásárhelyen polgármesterkedett már pár éve, csodára, aki majd ezen segít, és hogyha most megnézzük a Mediánnak a friss kutatását, ami a 40 alatti korosztályban azt mutatta, hogy gyakorlatilag szinte a Fidesz utolérte a kutyapárt, Fidesznek van, mit tudom én, 26, ebben a 40 alatti korosztályban kutyáknak 22, és a Momentum csak utánuk jön 10-valamennyivel, és hát ha van az establishmenten kívüli párt most, hiszen nincs a parlamentben, az összes gesztusa antipolitikai, elpoénkodja, nem komolykodik, az a kutyapárt. Tehát, hogy ez is azt mutatja, hogy van igény a társadalomban a nem a NER részeként működő ellenzékre is. A humorra van szükség, mert azért a kutyák elég viccesek, hogy a humorra van-e szükség a politikában vagy a közéletben, hát, vagy van-e helye? Hát igen, ez egy örök kérdés, hát te nálam azt hiszem sokkal jobban tudod, hogy az, aki hatalomra, hiszen például az első választást így nyertétek meg, aki hatalomra akar kerülni, annak azt is el kell hitetni, érzékelteni az emberekkel, hogy mi képesek vagyunk rá. Mi tudunk kormányozni, mi komolyak vagyunk. És ez egy picit ellentmond azzal, hogy könnyű szavazatokat gyűjteni anti-establishment poénkodásokkal, hiszen mindenki szereti a
jó vicceket, a magyarnak különösen fekszenek ezek a humorok, de akkor, amikor ott állok az urnában, és azon gondolkodom, hogy na most akkor rábízhatom a kormány kereket, mit tudom én, erre a formációra, akkor lehet, hogy inkább egy másikra szavazok, minden elismerésem a kutyáké, de mégis inkább. Hát ezért imbolyognak mindig ott a bejutás környékén. Sokszor volt már, hogy följebb mérték őket, de aztán úgy érzi az ellenzéki szavazó, hogy elvesztegetett szavazat lesz, amit ráadok, lehet, hogy mások nem fognak rászavazni, és akkor inkább beszavazok egy közelebb. De hogy lehet az, hogy a fiatalok körében ilyen nagyon népszerűek, hát a legnépszerűbbek az ellenzéki pártok közül? Sőt, hát a Fidesz is már majdnem utolérték. Hát egyszerűen azért, mert kívül vannak a rendszeren. És a fiatalok körében egyébként van egy nagyon erős antipolitikai attitűd, megközelítés. Egyrészt a fiatalok jelentős része egyáltalán nem érdeklődik a közélet iránt. Tehát csak szórakoztató, az egy fontos motiváció a médiafogyasztásnak, rengeteg mindannyian fogyasztunk szórakozási célból is, nem csak ismeretszerzési célból fogyasztunk médiát. Na ők így fogyasztanak, szisztematikusan közéletet olvasni az egyáltalán nem jellemző rájuk. Tehát ha a Facebook falukon följön egy kellően kattintékony című közéleti tartalom, akkor elolvassák. Tehát egyrészt eléggé apolitikusak. Aki viszont nem apolitikus, az nem úgy tűnik, hogy nem rezonál erre a Fidesz világra. Amit egyébként nem tudok megfejteni, hogy miért nem. Mert a Fidesz azért igyekszik ezzel a kicsit olyan izzadságszagúan akar fiatalos lenni, tehát ezekkel a megafon influencereivel, tehát hogy azért nem megy olyan. De amikor egy politikai pártból nem természetesen jön a poén, mint ahogy a kutyákból, az tényleg természetesen jön a hülyeség, hanem így, most fiatalosnak. Ráadásul tényleg szatirikus. Igen. Ami külön előnye ennek az egész, nem maguk, tehát nagyon-nagyon. Nagyon szellemesen csinálják. Szóval a Fidesz valahogy nem tudja ezt a generációt elérni, és ezt ő is érzi. És ez a jövőjét illetően ez számára elég vészjósló, de hát nem ok nélkül startol a meglévő voksokra, ezerrel a nyugdíjasokra. Hát elég reménytelennek tűnik a politikai jövőnk. Tehát ami a mostani felhozatalt illeti, nagy változásokra nem számíthatunk. Mennyire érintettek a 2010-be bekerült pártok, vagy az akkor alakult pártok, a Momentum, az LMP, meg hát néhány ilyen formáció, Párbeszéd együtt, vannak egy csomóan. Nem nagyon tudok személyeket kötni hozzájuk, meg mondatokat sem, mert mintha nem lennének. De ők mennyire érintettek ebbe a NER-ben való közreműködésben? Hát különböző módon, szinten, mélységben vannak kooptálva ezek a pártok, az újak. Van, amelyik nagyon kevéssé, van, amelyik egy kicsit jobban. Értelemszerűen a legjobban azok a pártok vannak, amelyek már mondjuk 90 óta együtt húzzák az igát a Fidesszel, például a szocik. De hát a Szadesz is ilyen volt, amíg létezett. Hát ugye az együtt az már megszűnt, tehát Bajnai Gordonnak volt a pártja, az elég egyértelmű, hogy a mostani amerikai pénz, ami érkezett az ellenzékhez, az Bajnai közvetítése, ezt én le is írtam, ezt mások nem írták le, Bajnai közvetítéssel, tehát ő hozta be ezt a pénzt. Én azt gondolom, hogy 14-ben is volt már erre példa, tehát neki azért jelentős nemzetközi kapcsolathálója van. A Jobbik egy sajátos formáció, hát ő is ugye nagyon a rendszeren kívülről jött, és hát azért az ő korai finanszírozásában nem kevesen gyanítottak orosz, illetve iráni forrásokat, ami megint nem előzmény nélküli, mert ha visszaemlékszünk a 90-es évek szélső jobboldali palettájára, G. Nagy Németszó Ágnes, ugye például ott egyértelműen bizonyítékok is voltak a arab olajpénzekre, tehát a arab finanszírozásra. Tehát a szélső jobboldalt azt az európai liberális demokráciák fellazításában érdekelt hatalmak, Oroszország, stb. Szereti finanszírozni és támogatni. De egyébként ez, ha megnézzük, nem is csak a oroszok. Hát Orbán Viktor finanszírozta Marine Le Pennek a kampányát. Persze erről majd azt mondják, hogy nem is én finanszíroztam, hanem a melyik bank a fejlesztési, vagy adott nem tudom hány millió eurót. Hát, de az ő bankjuk. Az nyilvánvaló, hogy Orbán engedély nélkül
nem fognak egy másik politikai, ráadásul ellenzékbe is maradt, tehát még visszafizetési problémáik is lesznek. Tehát azért nem teljesen csak a keleti birodalmak szeretik a nekik tetsző politikai erőket finanszírozni a destabilizás érdekében, bár egyébként meg kell, hogy mondjam, ez valószínűleg fordítva is igaz. Tehát ez az amerikai pénz, ami érkezett az ellenzékhez és korábban is, tehát a konszolidált baloldaltól mérsékelt jobboldalig tartó hatalom is, vagy nyugati erők is valószínűleg toltak ide pénzt már korábban is. És nem is csak azon a szinten, ami publikus volt, hogy mondjuk a Friedrich Ebert, vagy a Naumann Alapítvány, amelyek bizonyos értékrend szerint konzervatív, vagy szociáldemokrata konferenciákat, kutatásokat finanszírozott, ez már a 90-es években is volt. Hát ez 90 elejétől így volt. Hanem ennél nagyobb összegben, burkoltabban, mélyebben. Tehát a Strabag részvétele a magyarországi pártfinanszírozásban, a Strabag ugye egyértelműen SZDSZ vonalon jött be, liberális kötődésű volt a vezetője, tehát, hogy valami pozíciót is töltött be ilyen liberális világszervezetekben, azt hiszem. Ott említettél egy Acél nevű embert. Az Acél Zoltán, nem Acél én említem Zoltán. Először, ezt a magyar sajtó azért többször leírta, ez ő egy ilyen közvetítő kiáró embere volt, igen. Hát és ez a Belfry nevű cég, ami most is sok helyen a biodóműépítéstől kezdve sok helyen működik, az is Strabag leány. Van úgy, hogy egy alkalmazottja volt, és mit tudom én, sok milliárdos forgalma. De az előbb említett 500 valahány nyereségbe és pályázatnyeresbe, és a Strabag érintett. Igen, hát ott, tehát ő masszívan részt vesz a magyar pártfinanszírozásban. Na most akkor, ha beszéltünk itt az Zola Lajosról, akkor említettük még az előbb a Molnár Zsolt nevét. Ő is egy ilyen központi figura lehet, tehát ő lehet a híd vagy a kapocs. Hát ő köztudomásul. Azért érdekes a története, mert amikor a Göncz Árpád köztársasági elnök elleni bakancsos meg egyenruhás tüntetés volt a Kossuth téren, akkor ő ott ebbe szerepelt. Hát mint suhanc. Tínédzser, igen. Bár ő mindig azt mondta, hogy ő nem, konkrétan nem fütyül, csak kiment. Hát ezt most a fene tudja. Mindegy. Az is érdekes, hogy ő 2002-ben még Fidesz delegált jogász volt ott a második kerületben, választási bizottságban, de aztán hamar tehát 2003-ban már Horváth Csabának, akivel azóta is szövetségese, a stábjában volt ott a kerületben. Ott egyébként forrásaim szerint, meg hát ez szintén valamennyire dokumentált, volt egy működő nagy koalíció, a Fideszes Láng Zsolt volt a polgi rendszerben is, tehát ott elosztották egymás között rendesen a különböző megbízásokat korábban is, és ezt a nagy koalíciót működött aztán tovább, és aztán Zsolt budapesti politikussá nőtte ki magát, sokáig volt az MSZP-nek a budapesti elnöke, és hát ugye Puk László után ugye volt még Hagyó Miklós, de hát ő aztán Sitten végezte, de a Puk azért őt is próbálta kontrollálni, Molnár Zsolt lett a pártnak a fundraisere. Tehát ő szerzi a pártnak, illetve hát ő minden forrás szerint a különböző szocialista képviselőket, politikusokat is egyfajta ilyen gyeplőn tud tartani. Hát a 2022-es választáson hiába volt két társelnöke is a pártnak, ő volt a fő tárgyaló a ellenzéki pártok között. Szóval őt minden forrás egyértelműen egy ilyen pénzfelhajtó embernek tartja, aki jó kapcsolatban van Pintér Sándorral és Rogán Antallal is. És ez ad neki valami, ezt mondják a források, valamilyen immunitást is. Hát meg hatalmat a sajátjaim belül, mert neki igen. Vannak eszközei és lehetőségei az MSZP-n belül, igen. Mert egyébként meg éhen halnának, vagy éhen pusztulnának. Tehát ez a rendszer jellegéből, vagy sajátjából következik. És a fiatalabb pártoknál ott lehet találni ilyen fundraiser embert? Ezt többen kérdezték tőlem, hogy miért maradt ki az LMP, ez pusztán csak az én 40 emberre beszéltem, és nem akartam egy
egy teljes palett körképet adni. Nem is tudtam volna 30 évvel. Tehát ezért rengeteg sztori, nagy eset ki is maradt. Nem akartam kronológikusan végigvenni a 2000-es évek, hát egy csomó hatalmas pénzszerző botrány, és ezért nem akartam enciklopédikusan a pártokat sem. Tehát elkezdhettem volna az LMP után is nézelődni, bár az most nagyrészt Ungár Péter NER-beli pozíciójának az értékelését jelenteni, hogy most ő része, vagy nem része, vagy csak ez az örökség, és most azt miért kéne neki eladni. Szóval én az LMP-vel egyáltalán nem foglalkoztam, azt gondolom, hogy ő talán kevésbé is érinti, mondom, hát ott Ungár Péter egy saját összerep. Van pénz, mondjuk ki, hát nincsenek rászorulva. Azt se tudom, hogy ő mennyire finanszírozza a pártját, vagy csak a saját kampányát. Ezekről nekem nincsenek információm. Azért az LMP parlamenti párt nagyon kicsi országos szervezettséggel, és a parlamentben különösen 18 után a frakciótámogatás nagyon megnőtt. Tehát abból azért a Jobbiknak is több mint 1 milliárdos támogatottsága van. Tehát abból már el tud muzsikálni egy párt is, mert hiába ez a frakciónak szól, de hát ezt mindig megoldották. Persze. A pártok, attól még tud az menni infrastruktúrára. Kötnek egy szakértői szerződést a Bács-Kiskun megyei elnökkel a frakció mellett, és akkor így már megvan a fizetsége. Szóval a LMP-ről nem tudok, a Jobbiknak a korai éveiről hallottam csak, aztán ugye hát Simicska beállt mögéjük markánsan egészen addig, amíg a 2018-as választás előtt, én úgy tudom, hogy november táján meg nem üzenték neki, hogy kivásárolják rendesen, nem kell. Csak hogy nem lesz összefogás. Ne legyen összefogás. Jobbikot támogathatja, ha akarja, de összefogósdi nincsen, és valóban nem is volt 18-ban csak a baloldali pártok között lényegében. Inkább koordinált indulás, azt hiszem. A Jobbik kimaradt belőle, és hát már akkor novemberben látszott, hogy azt a most nem tudom a számát, amit autópályaszakaszt Szolnok felé, ott az M4-esen, amit a közgép kezdett el építeni, és a G-napnál azt hopp, egyszer csak abba hagyták, és ott állt, nem is fizették ki, azt novemberben 30-valahány milliárdot 2017 novemberében megkapott, és akkor onnan már lehetett látni, hogy ez akkor majd ki lesz fizetve, és valóban a portfólióját Nyerges Zsolt közvetítésével most már eljutott Mészárosokig, most már a jelenlegi elitnél van a Simicska portfólió, de azt kivásárolták rendes pénzért. Különböző összegeket hallottam, de most nem akarok találgatni, ezt nem tudom megmondani. Miután haladunk előre az időben, még két dologról szeretnélek kérdezni. Röviden, ha van véleményed, vagy egyáltalán érdemes, mondjál valamit erről a miniszterelnök évértékéről. Ha van gondolatod, vagy mondom, nem muszáj, mert ne beszéljük hát, olyanról, amit ne csináljuk reklámot a semminek. Hát én is azt hiszem, hogy ez olyan fárasztó az ezekben a beszédekben lévő ellentmondásokat kimutatni, nem is akarnék ezen végigmenni. Hát ez egy szokásos megerősítő, újat nem jelentett be, hát igazából ez a örökbérlet, vagy mi. Nem volt az a benyomásod, hogy annak a 300 embernek beszélt, aki ott volt? Hát az ország többségében ez kit érdekel? Hát ezt nem tudom megítélni. Persze, hogy annak a 300-nak, persze, hogy ezek a beszédek a rajongóknak mennek egy kicsit olyan, mint a tusványosi beszéde is, csak ott egy nagyobb közönség, de ott is ugyanolyan érzelmileg neki elkötelezett közönség előtt beszél. Hát szerintem azért az rajzolódott ki, hogy borzasztóan egyedül van a... Tehát Magyarország most nemzetközi politikában annyira kisodródott, és annyira szövetséges nélküli, amit nagyon nehéz különböző a kognitív diszonancia feloldására szolgáló eszközökkel földolgozni szerintem. Még nekik is, fideszeseknek is. Ez nagyon nehéz, szóval, hogy nem nagyon van erre magyarázat, hogy most hogy keveredtünk egy ilyen helyzetbe. Meg hogy fogunk kimászni belőle. Meg hogy igen, hát, olyan sokan mondják, hogy kell megbuktatni az Orbánt. Orbán meg fog bukni magától, mert ez a rendszer, ez egy önfel... Nem tudjuk, hogy mikor, de hát valószínű, hogy így fog tenni. De mi lesz utána? Tehát, hogy a nagy kérdés az, hogy mi lesz utána? Hát biztos lesz egy interregnum, tehát akkor egyrészt a Fidesz az biztos, hogy szétesik, vagy akkor ott elkezdődik az utódlási harc, az ilyen nagyon centralizált formációk nem tudnak békesen
folytatódni szerintem, de hát nem vagyok politikai jós. Hát az, hogy ki kerül, hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy milyen politikai konstellációban történik ez a Fidesz bukás, hogy a legerősebb ellenzéki párt marad-e akkor is, csak a ellenzék összesített ereje erősebb lesz, vagy pedig egy totál összeomlás, de hát a támogatottságán nem látszik. Tehát ez még, hogy ekkora az infláció, úgy tűnik a bázis még elhiszi, hogy ez a háború és a szankciók miatt van. És az, hogy nálunk mint 3-szor akkora, mint a szomszédban, vagy jelentősen nagyobb az... Meg korábban kezdődött, ez úgy nem rengeti meg. Szóval nem látszik, hogy olyan mértékben erodálódna, amilyen mértékben ugye nem is tudja a forrásokkal letetni nagyon, hát eladósodunk. Most éppen nagyon eladósodunk, hiszen most már csak azért második felébe várhatók, ha egyáltalán uniós források. Olyan kamattal tudunk megújítani államkötvényt, tehát a lejáró adósságunkat dupla akkora kamattal, egy 8%-ossal. De hát a Fidesz mondjuk különösebben nem érdekeltes, hogy mi lesz holnap. Tehát mindig a mát kell meg neki megnyerni. Hát látszik egyébként ez az akkumulátor is ügy is megint egy ilyen jövő, tehát ezer területen látszik, hogy ő mindig aktuális politikai győzelmet akar aratni, és ennek a politikai hátrányos következményei, ezek előbb-utóbb mindig bekövetkeznek. Most is bekövetkezik, tehát látszik már a rezsicsökkentés, amit mindenki mondott. Azt majd akkor megoldjuk. Kommunikációval megoldjuk. Hát most éppen ez zajlik, most kommunikációval próbálják megoldani. No, de meg lehet-e kommunikációval oldani, és ez a második kérdésem ebben az ügyben, ezt a Völner-Schadl ügyet. Mennyire fogja az erő? Beszéltünk arról, hogy a borkai dolog nem rengette meg. Hát ennek mi nem vagyunk a végén. Hát de látszik, hogy nem engedik. Tehát a Nagy Ádám neve ugye nem került elő, a Rogán kabinet főnöke, akinek a Schadl sofőrje autókat vitt. Tehát, hogy csak úgy oda visz egy autót a miniszter kabinet főnökének. Most olvastam ma reggel, a második autóban volt egy olyan feljegyzés is a noteszában, hogy kesztyűtartóban 1,2 millió forint. Hát ugye ez is úgy megy Nagy Ádámnak. De idáig őket nem tettem. Hát ugye nincs integritása a nyomozó hatóságoknak ilyen esetekben. Tehát addig mennek el, ameddig engedik őket. És hát ugyan nem néztem meg, nem is tudom, hogy videó volt-e vagy cikk, a évértékelő közönségét kérdezték, csak a címét láttam, hogy példamutatóan kezeltük a Völner-Schadl ügyet. Ezt nyilvánvalóan egy résztvevőtől kérdezték meg. Tehát, hogy ők lehet, hogy tényleg azt hiszik. Egyrészt ez nyugaton jó, hogy lám-lám a korrupciót mi magunk üldözzük, másrészt meg ahol már ingoványosabb, oda nem engedjük. Szerintem ez cseppet se fogja. De a korrupció egyáltalán nem izgatja az embereket. Tehát az nem rendíti meg. De én most olyan értelemben kérdezem, hogy magát a rendszert nem veszélyezteti. Hát azért kiderül, hogy ennek a Schadlnak a siófoki építkezése ügyében a kormányhivatal 500 000 forintért az ottani tisztviselő adott ki egy olyan engedélyt, amit nem adhatott volna ki. Tehát ezek nem önmagukban lévő, ez ilyen polipszerűen az egész magyar közigazgatást. Tehát az állam nem úgy működik, az állam nem a politika semlegesen biztosítja a közigazgatási szolgáltatásait Magyarországon. Ez korábban ez nem volt annyira jellemző. Tehát, hogy loptak persze, lenyúlták, eltérítették, stb. De azért abban, hogy egy közigazgatási szerv legyen az bármilyen hatóság, párt elfogultság szerint működjön, az nem volt jellemző. Most ezer ilyen példa van, hogy környezetvédelemtől kezdve, hatóságtól kezdve, bármilyen építési hatóság, ezek bizonyos esetekben egyáltalán nem működnek. Nagyon kevés példát tudok felhozni, mondjuk a magyar vállalkozói körből, de ott van a Bolyár Gábor, a kikezdhetetlen. Tehát a kérdésem az, hogy ebben a rendszerben lehet-e korrupció nélkül létezni? Azért a Bolyár Gábor nevét hoztam, mert ő a bizonyíték, hogy lehet. Nem tudom, hányan vannak Bolyár Gáborok, de lehet. De meddig? Hát azt nem tudom. Például szerintem a Graphisoft és Bolyárnak az egyéb cégei, azok nagyon nem vettek részt állami tendereken.
Nem. Tehát az már eleve van, azok a cégek vannak, akik eleve kimondják. Van, tudok olyan cégvezetőket, nagyokat is. Semmilyen módon nem akarnak kapcsolatba kerülni. Ami persze piacilag nem egy rentábilis logika, mert az államot lehet mindig a legjobban megpumpolni, még ha csak különösebb lopás nélkül is. De vannak, akik azt mondják, hogy ezt nem teszik, hanem ők piacon akarnak megmaradni, és a bolyár az ilyen. De egyébként az államigazgatásban is lehet. Nem tudom, a múltkor említettem-e. Tehát itt van Atkári János, aki a fővárosnak volt 10-15 évig a Demszky alatt a költségvetésért felelős helyettese. 2004-ben lemondott, egyébként nem függetlenül attól, hogy akkor már Mesterházy Ernő, aki az SZDSZ-nek a fővárosi fundraiser-e volt, elkezdte aktiválni magát. Ő köztudomásúan mindenki által tudottan tiszta kezű volt, és próbálta is ezeket a bizniszeket megfogni. Érdekes, tehát Tarlós István, amikor elkezdte a polgármesterségét, egy-két évre odavette, mert ott is működött. És most úgy tudom, itt a 8. kerületben a Pikó mellett lát el ilyen feladatot. Tehát lehet magas szintű politikát csinálni, és a mondjuk a közigazgatási részét vitte a politikának, tehát mondjuk, hogyha egy miniszteriális rendszerben mondjuk a közigállamtitkára tudnám inkább hasonlítani, de még a politikusok között is tudunk. Fideszben elég kevés most már, de még ott is tudunk azért olyanokat, akik nem. Lehet úgy is politizálni, hogy a politika sok csúnya dolgában részt vesz az ember, de valahogy érzi, hogy hol van az a morális stop, amin túl már nem megyek. Nem mondom, nem csináltam ezt soha, hogy ezt könnyű észrevenni, mert könnyen belesodódik, mindenki ismeri a maga életét, én is voltam sokat főszerkesztő, tudom, hogy milyen az, hogyha kötsz egy kompromisszumot, akkor már könnyebben kötöd a következőt, aztán a következőt, és akkor fél év múlva visszanézel, és uram Jézus, de messze vagyok már attól a ponttól, ami nekem az alapállapotom lett volna, pedig mindig csak egy kicsit mentem arrébb. Szóval nem egy könnyű dolog politikusként sem, azt hiszem, de voltak politikusok, akik erre képesek voltak, hogy részt vegyenek a politikában, de ne is mocskoljonodjanak. Kedves György, maradt-e benned olyan, amit én ostoba módon nem kérdeztem meg, de elmondtad volna? Nem? Agyon moralizáltam magam. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy ismételten megosztottad a gondolataidat, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.